Vizsgálóbizottság tisztázhatja a sajtóban csak újpesti brókerbotrányként elhíresült ügyet. Az erről szóló előterjesztést a kerület polgármestere nyújtotta be a képviselőtestület szeptember 24-i ülésén. Az önkormányzat néhány nappal korábban jelentette be, hogy akár 133 millió forintos kár is érhette Újpestet egy olyan szerződés miatt, amelyet a korábbi városvezetés kötött két éve egy befektetési céggel. Vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezem az egyes pénzeszköz befektetésekkel kapcsolatos ügyek feltárására. Ez a Újpest önkormányzata és az XS Consulting által létrehozott szerződés körülményeinek tisztázására alakul meg. 9 főben kérjük meghatározni a neveket, melyből 6-ot a frakciószövetség, 3-at pedig a Fidesz Újpestér Egyesület frakciója biztosíthat. A vizsgálóbizottságban azonban csak 6-an ülnek majd, mert a Fidesz nem delegált tagokat. Frakcióvezetőjük szerint ugyanis, ha a korábbi városvezetés ideje alatt valóban törvénytelenség történt, és ezt az önkormányzat által megrendelt igazságügyi szakértői vizsgálat is megerősíti, az ügyet nem a laikus képviselőknek, hanem a bíróságnak kell tisztáznia. Ez egy súlyos ügy. Ez nem lehet politikai játszmák része. Nem fogunk vizsgálóbizottságot itt játszani, főleg úgy nem, hogy tudjuk, hogy mi lesz a vége. Semmi értelme nincs. Majd a vizsgálóbizottság majd ülésezik, abból megint egy újsághír lesz. Szerintem zárjuk rövidre. Zárjuk rövidre. Tegyél feljelentést. Ez a dolgod. Te vagy a polgármester, bűncselekményre utaló jeleket észleltél, tedd meg a feljelentést, aztán majd az igazságszolgáltatás eldönti, hogy mi történt. A frakció szövetség azonban először inkább mégis maga vizsgálódna, és ha törvénytelenséget talál, akkor fordul a bírósághoz. Kapkodni biztosan nem fognak. Cinke Sára azt is megmagyarázta, miért. Nagy képviselőtársamnak mondanám, hogy tehát amíg ilyen igazságszolgáltatás van Magyarországon, hogy 2 hét alatt lezárunk úgy ügyeket, hogy konkrétan vizsgálat nélkül elutasítanak mindent, amíg Polt Péter a legfőbb ügyész, addig azt gondolom, hogy itt helyi szinten el kell tudnunk dönteni majd, hogy hova forduljunk tovább. A képviselőtestület így megszavazta a 6-tagú bizottság felállítását, amely hamarosan munkához is láthat. Nem alakul meg viszont az a testület, amely Nagy István javaslatára a nyári autós mozikat szervező cég ügyeit vizsgálta volna, mert ez az előterjesztés nem kapta meg a többséget.